Több száz résztvevő múzeum, több ezer program az ország minden szegletében. Ezt kínálja idén is a Múzeumok Éjszakája. Kalocsán játékokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Meglepetésként pedig új helyszínek is bekapcsolódnak a programsorozatba. A múzeum összes intézménybe szervezünk programot, a két új intézmény egységünkbe is, a Népművészeti Házba és a Paprika Kiállításba, és Fűszerpaprika Kiállításba lesznek programok. Ott még most nem szerveztünk nagyobb volument, mind a két helyen színezhetnek majd az érdeklődők. A Népművészeti Házban gondolom mindenki meg fog lepődni, hogy korai kalocsai hímzés motívumokat lehet majd színezni. A Paprika Kiállításban pedig a Paprika Jancsi most készült el, most kaptuk meg a nyomdából, tehát az a Jancsi, ami fönt van a monitoron, sokat beszéltünk róla, ennek van egy vonalas változata, amit majd a múzeumpedagógiai foglalkozásokon szeretnénk tömegesen hasznosítani. Hát az első alkalom most a Múzeumok Éjszakája lesz, hogyha valaki szeretne ilyet színezni és megnézni azt a nagy monitort a 190 centi magas Paprika Jancsinkkal. Természetesen a megszokott intézmények is nyitva lesznek. A sok program mellett csak győzze a látogató körbejárni az összeset. A múzeumban a programelemek azok hasonlóan épülnek föl, mint az előző két évtizedben, természetesen más-más tartalommal. Ami talán kuriózum, hogy a kalocsai múzeumbarátok körén belül alakult két kicsi kör is megmutatkozik, így a népművészet, tehát az író pingáló asszonyokban alakott népművészeti körünknek két programja is lesz. Az egyik egy kicsi kiállítás, ami bemutatják az előző évi pályázatuk, a keretibe készült tárgyakat, alkotásokat, és mézes kalácsot lehet velük gyártani. Az is egyébként ennek a pályázati programnak része volt, hogy megtanulták a mézes kalács készítést. Tehát ez egy kicsi kézműves foglalkozás, kóstolás, minden összekötődik. A másik pedig a régészeti körünk. A múzeum udvarán felállított színpadon a kalocsai fúvózenekar muzsikál a vendégeknek, majd az imrehegyi színjátszók kabaré jelenetekkel lépnek a pódiumra. Ekkor kerül kiosztásra a Pro Museo Kalocsa díj is. A kalocsai képtárba a tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel újra meghívtuk a planetáriumot, a mozgó planetáriumot, tehát 7 órától kezdődően óránként váltakozóan 4 programot lehet majd végignézni. Itt sorszámot fogunk osztani, mert kevés a befogadó tere ugye ennek a zárt planetáriumnak, de 4 ilyen programot lehet nézni, hát a hullapunkon és a plakátokon ugye lehet követni ezeket a programelemeket. És talán említsük meg a Söffer gyűjteményt, hiszen ott nagyon érdekes programok lesznek, kicsi koncert, lesz irodalmi előadás, képek összkötődően lesznek. Nem is tudom, hogy fog zajlani, Cserenko Gábor két programnak is részese, ugye valamikori képzőművészeti gyűjteményből fog Cserenko Gábor válogatni, és ahhoz kötődően majd beszélni, tehát ez egy ilyen kuriózumnak, érdekességnek fog tűnni. Ezen az estén a Városi Galériában tárlatvezetés zajlik, Budai Viktória gyűjteményvezető irányítása mellett, és újra a képtárban fogadja a látogatókat Vincellér Imre festőművész, aki az utazásain fotózott képeiből készített festményeit hozza el hozzánk június 22-én a Múzeumok Éjszakáján.